Üdvözlök mindenkit a mai beszélgetés alkalmával. Ma egy grafikus szerkesztő program egy-két érdekesebb részéről fogunk beszélni, a Sublime Text 3-asról, azaz az én általam nagyon megkedvelt, grafikus és kényelmes, ismétlem nagyon kényelmes szövegszerkesztőről fogunk beszélni. Nyilvánvalóan, hogyha valaki egy szöveget akar szerkeszteni, nem ezt használja, ez inkább a konfigurációs fájlok szerkesztésére, programok írására, skriptek írására kihegyezhető dolog, azaz nem a LibreOffice helyett szeretném ezt ajánlani, hanem olyanoknak, akik szeretnének egy ingyenes, de hogyha szeretnél érte fizetni, akkor fizethetsz is érte természetesen, és meg is vásárolhatod, hogyha vállalkozó vagy esetleg, és sokat programozol, akkor érdemes megvásárolni. Na, lényeg az, hogy ingyenesen végtelen ideig használhatod a fizetős és a kevésbé fizetős, azaz az ingyenes verzió között. Egyetlen egy tulajdonságbeli eltérés van, időnként rád szól, hogy hát jó lenne, ha megvennéd, és akkor azt átugorhatod, vagy rákattintasz a vételgombra, és megvásárolhatod. Azaz kényelmes, jó kis eszköz. A honlapja eléggé összefogott, és át is teszem erre a monitorra, és itt van a honlapja sublimetext.com. Letöltés, illetve a támogatás pont számunkra a fontos. Minden le van dokumentálva, azaz kényelmes. Én 3 olyan dolgot szeretnék bemutatni, ami egyébként gyakorlatilag 4, ami miatt én ezt nagyon megkedveltem. Az egyik dolog, hát nyissuk is meg, nyissunk is meg egyet, és válasszuk ki az E3 config fájlomat, megnyílik. Amin, ahogy látjátok, egy letisztult felületet kaptok, és nagyon szép, egyszerű és témázható felületet kaptok. Az első gondolat az, ha megadod azt, hogy milyen típusú forrásfájlt szerkesztesz, egyértelműen be is fogja neked színezni. Ez az első lépés, tehát a nézet, és megkeresik a szintaxot, és megadjuk neki, hogy burn agent shell, tehát bash shell-t fogsz szerkeszteni. Ezt mindenképp tedd meg, természetesen nem muszáj, de szerintem azért, ahogy látjátok, a szintaxis kiemelése, a zárójelek, a beszínezés, az egyéb ilyen kényelmi funkciók miatt szerintem mindenképp érdemes ezt az egyszerű lépést megtenni, ha ő automatikusan nem ismeri fel a szintaxist, és nem állítja be neked. Itt tudod beállítani. A másik miatt, ami miatt érdemes ezt megtenni, mert van egy nagyon kényelmes funkciója, azaz a kikommentelés és a visszakommentelés itt nagy üzemben működik. Itt van egy megadott kulcskötési parancs, amivel elő tudom hívni az ABCD akármilyen programokat, és ez ki van kommentelve, mert én nem szeretném ezt használni. Bent volt az alap I3-os beállításban, kikommenteltem. Vissza szeretném hozni, hát természetesen a komment jel ennél a programozási nyelvnél, a shell-eknél jellemzően a kettős kereszt. 2 lehetőségem van. Az egyik fogom és egyesével így végig kitörlöm az összes sor, az összes nem kívánt kommentet, és működni is fog az a kis program lesz, de gyakorlatilag ez 8-10 sornál nem egy nagy dolog, de hogyha kijelölöd, és sok van, és esetleg kényelmesen szeretnéd dolgozni, akkor az editre kattintasz, a kommentekre, és a blog komment az egyikre, a kettő közül kiválasztod blog kommentet, és el is tűnik a kikommenteléses kis kettős keresztek, és ezt ugyanúgy vissza is fogod tudni tenni, azaz egy szövegrészt ki és bekommentelni, tehát kijelölni, illetve visszajelöltetni, használatba venni, és használatból kivenni, egyetlen egy kattintással meg tudom tenni. Ez gyakorlatilag akkor jó, amikor blokk részeket, tehát nagyobb részeket akarsz egyszerre megváltoztatni, és gyorsan, kényelmesen megtenni. Ez az egyik olyan funkció, ami nagyon megtetszett, persze ezek más szövegszerkesztőkben is ott vannak, és igazándiból nem egy Uber valamit, nem ők találták ide ebbe. Van egy nagyon kellemes funkció, az, hogy nagyon-nagyon sok, nem tudom mennyi a honlapjukon, le van írva egy satszolás, mennyi plugin készült. 2 darab plugin-t szeretnék bemutatni, ami számomra igencsak kényelmes funkciókat nyújt.
mi az, ami számunkra fontos? Nyilvánvalóan egy ilyen hát parancsor vagy szintaxist beírni úgy tudsz, hogy valamit tudsz, igaz? Hát megnézed, leírod, vagy kijegyzeteled a gyári gépkönyvből, azaz fölmész az adott esetben az E3-as oldalára, és végigolvasod, hogy ez a bitstream, kötőjel, akármi, mit jelent, és akkor beírod. Hát ezen nem tud senki se segíteni, ezt meg kell tanulni. Nekem mindig az volt a problémám, sok egyéb mellett, hogy a színeket hogyan határozod meg. Természetesen a színeket a színkód megadásával határozod meg, de az, hogy kettős kereszt, 2F, 2B, 26, az milyen szín, az én biztos, hogy nem fogom tudni fejben megtartani. Ezért hát kerestem olyan plugint hozzá, ami nagyon-nagyon szépen így beszínezi az adott színkódot. Lényegesen jobban átlátható a konfiguráció, hogyha látod, hogy a 2-8888 az ilyen szürke, igaz? És ha megváltoztatod, akkor abban a pillanatban, amikor végzel a változtatással, a átírással, bizony, akkor látod, hogy az milyen másik szín lett. A konfigurációs fájloknak az egyik legunalmasabb dolga, ha fejből nem tudod a színkódokat, és ki az, aki ennyi színkódot megjegyez, hogy bizony, meg kell keresni egy táblázatba, vagy internetes, vagy akármilyen egyéb beállító eszközökkel meg kell határozni, és beírni, és utána nem is látod azt, hogy a 2F2B26 az éppen milyen színű. Így ezzel ki tudod emeltetni, igencsak könnyen. A neve, megmutatom a nevét is, a Color Highlight Settings. Tehát ezt a Color Highlight Settings-et kell installálni. Hogyan kell? Itt nincs semmi olyan probléma az installálással, hogy le kell tölteni meg egyéb, hanem megnyomod a Shift, Control és a P betűt, azaz a preferencek közül, a beállítások közül elindítod a beállító ablakot, megkeresed az Install beállítást, és beírod a Color Highlight, és kiválasztod azt, ami neked kell. Color Highlight, és kiválasztod, igaz? Azt, ami kell. Látható, sokféle van, nagyon sokféle van, és kiválasztod az előbb bemutatottat, és leenterezed, ennyi. És fel fogja telepíteni, és utána már ilyen szép színesen kapod meg a dolgokat. A másik, ami nagyon kényelmes, egy Color Picker nevű eszköz, nézzük is meg a pontos nevét, úgy kell írni, úgy kell keresni, hogy Color Picker, és ugyanúgy, ahogy az előbb bemutattam, beírod a nevét, Enter a szám, föl fogja telepíteni. Mit csinál? Beállít egy szint. Ki tudsz keresni egy szint? Én ide kattintok, hogy ide írja be a szint, ne az én kész táblázatomba, az én színeim közé, azaz szeretnék ide egy pirosat írni, mert ide egy piros szín kód kell. Hogyan? Megnyomod a Ctrl Shift C, hát gondolom a colorból én, és a színkörből kiválaszthatod azt a szint, ami számodra fontos, egyértelműen az árnyalatelítettség, értékvörös-zöld, kék csuszkákat, illetve számokat, értékeket be tudod állítani, vagy ahogy tologatod a szín háromszögbe, úgy fog változni. A másik gondolat az, hogy fogod a kis picker, kis szemcseppentős eszközt, rákattintasz, és nem csak a táblázatba, illetve az ablakodba tudsz kiválasztani, hanem oda mehetsz akárhova, legyen ilyen szürkésebb, és rákattintasz, megkapod a színkódot. Nyilvánvalóan a színkódot ki tudod vágni és beilleszteni, de a kiválasztással azonnal be fogja illeszteni, és hogyha fent van az előzőekbe bemutatott kis kiegészítő, akkor már rögtön be is színezi. Ennyi! Gyakorlatilag ilyen gyorsan és ilyen vizuálisan kiválaszthatsz egy színt, egy bonyolultabb összeállításnál ki tudod válogatni azokat a színeket, amik neked kellenek ilyen kis szemcseppentővel, mondjuk a beállított keretszíneket, egyebeket, azaz a konfigurációdat.
amit te saját magadra testre szabsz, mert neked ez tetszik, egy háttérképről kicsippentett színekkel is össze tudod hozogatni, mondjuk a konkinál nagyon kényelmesen, hogy harmonizáljon, vagy a panelnél, hogy harmonizáljon az adott háttérrel, meg tudod ezzel a kis eszközzel tenni, és hogyha az előzőekbe bemutatott kis színező eszközt is használod, akkor már vizuálisan is látod, és utána kényelmesen, gyorsan, hatékonyan tudod elvégezni a konfigurációs feladatokat. Kényelmesek? Igen. Nem magát az irogatós részt szerettem volna bemutatni, kizárólag azt, hogy vannak kiegészítők, több ezer kiegészítő közül válaszolsz. Plusz az a kis kommentelési lehetőség, hát az igencsak kényelmes, főleg akkor, amikor valamit ki akar próbálni, az ember bekommenteli, kikommenteli, és utána hát villámgyorsan tud dolgozni. Hát köszi szépen, hogy meghallgattatok, mindenkinek jó konfigurációs fájl szerkesztést kívánok, sziasztok!